Én nagyon jól emlékszem 2005-2006-os gazdasági konzultációra, amelynek vezetője jelenlegi miniszter úr Matolcsy György volt, és jó magam pedig a szóvivője. Ez egy komplex gazdasági program volt, amelyiknek egyik eleme egyébként a járulékok 10% pontos csökkentése. Na most, ha visszaemlékeznek, akkor mi voltunk minden, tehát sarlatán, közgazdasági analfabéta, hogy klasszikus idézek, voltunk mi vudu közgazdások, és minden más éppen ezért. Tehát úgy gondolom, hogy célszerű döntsék el, hogy most a járulékok csökkentése és a foglalkoztatás bővítése közötti kapcsolat, ez most vudu közgazdaságtan-e vagy sem, egyszer támadják, másszor pedig ezt kérik tőlünk számon. Nos, mi úgy gondoljuk, és ez a kormány programjában is benne szerepel, nagy arányú adó és járulék csökkentés hajtunk végre. Ám azzal is tisztában vagyunk, hogy minden korban azzal a sárkánnyal kell megküzdeni, amit a kor elénk küld. Minden korban azzal a problémával kell megküzdenünk, amivel szembenézünk. És 2006 és 2010 között óriási különbség van. 2006-ban volt egy szétzilált államháztartás, de a gazdaság még úgy, ahogy működött. Most 2010-et írunk, amikor van egy teljesen tönkretett államháztartás és egy teljesen tönkretett gazdaság. 2006-ban még az volt az alapkérdés, miként lehet bővíteni a foglalkoztatást. Ma az alapkérdés az, hogy miként maradnak talpon a vállalkozások. Előbb a gazdaságot kell növekedési pályára tenni, és ezért gondoltuk úgy, hogy előbb van szükség az adó csökkentésére, előbb kell megszabadítani a vállalkozókat az adó tehertől, és majd a beinduló gazdasági növekedés teszi lehetővé a foglalkoztatásra rakódó terhek csökkentését. A gazdasági kormányzat egy nagyon világos menetrend szerint halad. A válságadók megteremtik az államháztartás egyensúlyát, amire önök 8 év alatt egyetlen egy esztendőben sem voltak képesek. Az adó csökkentés megteremti a gazdasági növekedés feltételeit, amire önök szintén nem voltak képesek. És a gazdasági növekedés pedig megteremti a járulékok csökkentésének feltételeit, amire önök csak a gazdasági válság mélyén voltak képesek. Államháztartás egyensúlyának biztosítása a válságadó időleges kivetésével, a gazdasági növekedés elindítása az adócsökkentés segítségével, járulékok csökkentése a gazdasági növekedés hozamainak felhasználásával. Ez a gazdasági kormányzat menetrendje, és ettől nem tántorít el minket semmi, sem az, ha minket sarlatánnak vagy vudu közgazdásznak neveznek, mert a járulékok csökkentésével szeretnénk a foglalkoztatást bővíteni, és sem az, hogy most az adócsökkentés helyett a foglalkoztatásra rakódó járulékok csökkentését kéri. Hangsúlyoznám tovább, nagy arányú adó és járulék csökkentés hajtunk végre. Az adócsökkentés már elkezdtük, a járulékok csökkentésére pedig a kormányzati ciklus vége előtt sor kerül. Ám arra kérem, tisztelt képviselő úr, vegye figyelembe, mint mindennek az életnek megvan a maga kimért rendje. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, kérem válaszom elfogadását. Megkérdezem, képviselő urat, elfogadja a választ. Elnök úr, tisztelt államtitkár úr, annak is van diszkrét bája, hogy ön azt a képzetet kelti nagyon sok televízió nézőben, hogy mi nyújtottunk be adó- és járulékcsökkentési javaslatokat, és hosszasan foglalkozik azzal, hogy milyen volt a szocialisták ezzel kapcsolatos elképzelés sora. No, de nem baj, tehát ezt már megszoktuk és elviseljük. Azt azonban nem nagyon, hogy azt a képzetet is igyekeznek kelteni, hogy a mostani adócsökkentés az versenyképességet és vállalkozói tehercsökkentést fog hozni. Nem fog. Gazdagoknak fog kedvezni, járulékcsökkentést nem okoz. Egyébként, akik társasági nyereségadót eddig fizettek, azok nagyjából ennek a körnek, amelyről most szó van, 40%-a, 60% pedig nem. Éppen ezért azt a választ, ami arról szól, hogy majd, ha lesz versenyképes gazdaság, akkor majd járulékot csökkentünk, azért nem tudom elfogadni, mert véleményünk szerint önök rossz úton vannak. Rossz úton vannak, nem ez a módja annak, hogy munkahelyeket teremtsünk. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, nem fogadom el a választ. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja az államtitkári választ. Kérem, szavazzanak. Tisztelt ház!
a választ a képviselők 232 igen szavazattal 90 nem ellenében elfogadták. Staud Gábor, a Jobbik képviselője interpellációt nyújtott be a belügyminiszterhez. Mit érdemel az a bíró címmel? Parancsoljon, képviselő úr! Tisztelt elnök úr, tisztelt ház! 2010. október 4-én történelmi jelentőségű ítélet született. E napon a Fővárosi Bíróság jogerős ítéletével kimondta, hogy a 2009. július 4-én megtartott Erzsébet téri békés ülődemonstrációt a rendőrség jogellenesen oszlatta fel. Ez az ítélet az elmúlt egy év során jogszerű intézkedéssel szembeni engedetlenség szabálysértése miatt elmarasztalt személyek részére megnyitotta a perújítás és a kártérítési perek indításának a lehetőségét. Mivel ha a tüntetés feloszlatása jogellenes volt, akkor a jogszerű intézkedéssel szembeni engedetlenség szabálysértése nem volt elkövethető a füvön ülés egyszerű, békés magatartásával. Tudomásunk szerint vannak azonban olyan bírák, akik a felsőbb bíróság ítéletét semmibe véve, azt egyszerűen figyelmen kívül hagyva hoznak döntéseket, és állapítanak meg felelősséget olyan magatartásért, amelynek elkövethetőségét ezen ítélet eleve kizárja. Mivel a bíróságot az adott szabálysértésért való felelősség fennállásának előkérdéseként ezen ítélet köti, e magatartás számomra érthetetlen, és szakmaisága erőteljesen megkérdőjelezhető. E bírók azon túl, hogy nem veszik figyelembe egy felsőbb bírósági ítéletét, a bírósági eljárások szabályait is súlyosan és visszatérően megsértik, és ezzel a törvényben deklarált jogok érvényesülését is akadályozzák. Az ítélet megszületését követően két nappal később egy szabálysértési tárgyaláson az egyik bíró nem engedett például jegyzeteket készíteni az ügyről, majd ezt követően két nappal egy másik tárgyaláson a sajtó képviselőjének, aki a sajtó igazolványát a tárgyalás kezdetén bemutatta, megtiltotta a felvételkészítést. Amikor felhívták az említett bíró figyelmét arra, hogy ezzel törvénysért és a sajtószabadságot korlátozza, válaszul a kollégát, ugyancsak jogellenesen, kiküldte a teremből. Ezzel a sajtószabadságon túl az eljárás alá vont személy tisztességes eljáráshoz és nyilvános tárgyaláshoz való jogát is sértette, amely jogot pedig alaptörvényünk, az alkotmány dekralálja. Tisztelt államtitkár úr! Titokban a nyilvánosság jogsértő módon történő kizárásával zajlanak 2010-ben bírósági tárgyalások. Természetesen nem azért fordulok önhöz, mert azt várnám el, hogy valamiféle ráhatást gyakoroljon a bíróság munkájára. Tisztában vagyok a jogi háttérrel, a hatalmi ágok elválasztása a jogi egyetemen első évfolyamos tananyag. Mint ahogy az is, hogy az alkotmányos szabályokat tiszteletben kell tartani. Ön szerint a bíróságok jogszerűen jártak-e? A fent ügyek kapcsán kérdezem azt is, hogy terveznek-e változtatást azon kérdésben, hogy az a jelenlegi lex imperfectaként működő és szankció nélküli büntetőeljárási követelmény, miszerint az eljárási jogokat mindenkinek tiszteletben kell tartania, hogyan érvényesülhet majd a jövőben, és mi lesz a további jogsértések következménye. Köszönöm szépen! Tisztelt ház, interpellációra a miniszterelnök úr megbízásából a téma szerint felelős és hatáskörrel rendelkező közigazgatási és igazságügyi minisztérium államtitkára Répási úr válaszol. Parancsoljon. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt képviselő úr. A közigazgatási és igazságügyi miniszternek, mint a végrehajtó hatalmat irányító kormány tagjának nincs hatásköre arra, hogy a bírósági eljárásokkal kapcsolatban bármilyen az eljárást befolyásoló, vagy a befolyásolás látszatát keltő lépést tegyen. Ez egyértelműen következik a hatalommegosztásnak az alkotmányban is kifejezésre juttatott elvéből. Ezt egyébként maga az interpelláció sem mondja kétségbe, sőt maga a képviselő úr ismeri el, hogy ez a kérdés a jogi egyetemeken első évfolyamos tananyag. Ennek ellenére mégis véleményt kér e tekintetben, hogy jogszerű volt-e a bíróság eljárása az ön által említett konkrét ügyekben. Szükségesnek tartom hangsúlyozni, hogy a bíróság hatáskörébe tartozó jogviták eldöntésére kizárólag a jogszabályoknak alárendelt független bírák jogosultak. A bírák függetlenségének és pártatlanságának a garanciális követelménye sérülne, ha a kormánynak bármilyen lehetősége lenne arra, hogy a jogviták elintézésében szerepet vállaljon.
Így nincs lehetőség sem jogszabályi rendelkezéseken alapuló beavatkozásra, sem olyan nem jogi megnyilvánulásra, amely hasonló hatással járna vagy járhatna. Álláspontom szerint óhatatlanul is nyomásgyakorlásnak, a független bíróság munkájába való beavatkozásnak minősülne, ha az interpellációban szereplő üggyel kapcsolatban a kormány tagja bármilyen formában véleményt nyilvánítana. Az igazságügyért felelős miniszternek kiemelt felelőssége van ebben a tekintetben, nem teheti meg, hogy a nyilvánosság előtt konkrét ügyben véleményt nyilvánít bírói döntésekről. Mindemellett azonban a kormány is, és kiemelten a közigazgatás és igazságügyi miniszter kötelessége a bírói függetlenség garantálása mellett az eljárások elhúzódásának megakadályozása, a bírói szervezet és a bírói munka hatékonyságának, átláthatóságának és ellenőrizhetőségének a megteremtése, ennek szélesítése. Ezzel kapcsolatban jelzem, hogy jelenleg egy kétharmados törvényeket is érintő jogszabálycsomag előkészítése zajlik a közigazgatási és igazságügyi minisztériumban. Az igazságügyért felelős miniszter nem illetheti kritikával a bíróság ítélkezési tevékenységét, ugyanakkor a kormány nevében ígérhetem, hogy a bírói szervezet átláthatóságának növelése, az ítélkezési munka gyorsabbá, hatékonyabbá tétele kapcsán megtesszük a szükséges jogalkotási lépéseket. Kérem válaszom szíves elfogadását. Kérdezem, képviselő urat, elfogadja-e a választ? Köszönöm szépen. Tisztelt államtitkár úr, azért furcsárom a válaszát, hiszen önök mindig, mint egy forradalmi kormányként lépnek föl, és a nép akaratra hivatkoznak, és fogják ezt a mai napon is tenni több esetben. Itt azt hiszem, olyan eljárások zajlottak, zajlanak, amik egyértelműen egy felsőbb bíróság döntésével ellentétes gyakorlatot valósítanak meg. És én azt hiszem, hogy ha nép akaratról beszélünk, akkor ez ugyanúgy benne volt az önök programjába, hogy akár a 2006-os események kapcsán felülvizsgálatot és elszámoltatást ígértek, akkor elvárnánk azt is, hogyha kell, akkor a kétharmados felhatalmazottságuk birtokában törvényileg tegyék lehetővé azt, hogy nyilvánvaló jogsértések ne történhessenek meg 2010-ben Magyarországon, mert hogyha ezt engedik, akkor egy olyan kiskaput nyitnak, vagy a saját logikájukat gyakorlatilag megkérdőjelezik, és azt az álláspontot, amit ma ki fognak fejteni, nem fogadom el a válaszát. Köszönöm szépen. Kérdezem a tisztelt házat, hogy elfogadja a választ. Kérem, szavazzanak. A ház 264 igen szavazattal, 45 nem ellenében és 7 tartózkodás mellett a választ elfogadta. Tisztelt Országgyűlés, Tiffán Zsolt, a Fidesz képviselője interpellációt nyújtott be a Nemzeti Gazdasági Miniszterhez. Hogyan kívánja megvédeni a kormány a hazai termelőket a multinacionális kereskedőláncok tisztességtelen piaci magatartása miatt bekövetkező versenyhátránytól címmel? Képviselő urat illeti a szó. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt államtitkár úr, az elmúlt évtizedekben a magyar emberek fogyasztói szokásai megváltoztak, és a hazai élelmiszer kiskereskedelem a jellemzően külföldi kézben lévő élelmiszerkereskedelmi láncokhoz terelődött át. A magyar élelmiszertermelők néhány még fehér holló gyanán megmaradt képviselője, ha elkívánja érni a hazai fogyasztót, kénytelen ezeknek a rendszereknek a beszállítójává válni, és elszenvedni azokat az intézkedéseket, amelyekkel a multiknál szembesül. A fizetési határidők kitolására rendszeresített technikákat, a fix és progresszív bónuszokat, a polcpénzeket, a kötelezően fizetendő reklámköltségeket, és még sokáig sorolhatnám a rafinált módon kiagyalt számtalan jogcímet. Egyöntetű a hazai élelmiszer termékpálya résztvevőinek véleménye a különadóval kapcsolatban is, miszerint az áruházláncok mindent el fognak követni annak érdekében, hogy tevékenységük nyereségtartalmát megőrizzék, és ezt az átmeneti terhet a hazai beszállítókra terheljék. Tisztelt államtitkár úr! Jól tudjuk, hogy az alapanyagtermelés napjainkra túlnyomó részben veszteségessé vált. A gazdákat a támogatási rendszer révén tudjuk csak megóvni a ráfizetéstől. A feldolgozók által hozzáadott értéktöbletnek csak egy csekély részét képesek nyereségként realizálni, mert a javát a kereskedőláncok rendre